ez sajnos a videóhoz már kevés lesz, amit most akarunk csinálni. Nagyon szeretem ezt a 2011-et, kitűnő teszteszköz, de kárcsú a feladatra, ugyanis, ugyanis a 2011 az nem ARM és nem x 86 os architektúra, már pedig a 7.5-ös router OS óta lehetséges docker konténert futtatni mikrotik eszközökön, de vagy ARM, vagy X86 az architektúra, amin lehet futtatni. Szóval őt már erre a célra nem fogjuk tudni használni. Így aztán nem marad más hátra, mint az itthoni AC köb, AC3 használata, amin szerencsére van egy USB port is, ugyanis egy pendrive szükség lesz. Hát nem kötelező, de <laughs> Külső adatáról nélkül kb. olyan érzés, mint sajtra szemben rejszolni. Szóval, ha ilyen kicsi eszközöd van, akkor legalább USB-n valamit bele kell dugni, de mindezekről fogunk beszélni. Konténert már futtattunk ugye nason, van itt egy ilyen videó, konténerizációs környezet nason, vagy valami ilyesmi a címe, ugye egy q nason futtattuk, illetve virtuális gépeket uh, futtattunk már routeren, a, hát illetve egy hálózati virtualizációs eszköz, ez a böcsületes neve, vagy szintén egy kúnap cool eszköz, arról is van videó. Most viszont olyan funkciót, amit még nem csináltunk eddig, routeren futtatunk konténert. Egyébként az, hogy most ilyen picike eszközön mi konténert fogunk futtatni, az leginkább ilyen demonstrációs alatt lesz használható, de ugye ne felejtsük el, sokkal nagyobb mikrotik eszközök is vannak, valamikben ugye diszket is bele lehet helyezni, tehát mondjuk akár SSD-t a belsejébe, és azért ott ott azért egész más kategória egy konténert futtatni, vagy akár több konténert, hiszen ne felejtsük el, nem csak egy konténert futtathatunk, hanem többet is, de tulajdonképpen, hogyha nincsenek nagy elvárásaink, akkor ilyen olcsó, egyszerűbb oszthoni eszközökön is tudunk futtatni konténert, még akár használható állapotot is. Hát mi most egy ilyen reklámszűrést fogunk pihol segítségével készíteni a MikroTik routerünkön, arra fogjuk használni. Ugye a DNS kéréseket fogja ő majd hát kiszolgálni a kliensek felé, és ennek megfelelően a reklámok majd nem fognak megjelenni. De mondom, gondolkodjunk egy picit nagyobbba, tehát most ez egy dolog, hogy itt pendrive-val játszadozunk, meg ilyenekkel, hiszen a belső tárhelyére el se férne, tehát az, az betelne. Tehát ö, már ezért is kéntenek vagyunk valamit rádogni külső USB-n. De ha nagyobb eszközbe gondolkodunk, több memóriával, olyanban, ami van belső tárhely, bővítési lehetőség, teli soratjuk SSD-vel, akkor tulajdonképpen azért egész más lehetőségek nyílnak meg, de mindegy, most ki fogok csatogni valószínűleg a lakajkocsiba, majd este felé, és akkor megcsinálom ezt a videót, amit most így jó beharangoztam. De legelőször is a pendrive mindenképpen dúljuk be, mert anélkül ezt a dolgot nem fogjuk megúszni. Világít, yeah! Eljött az este, kiki nyugalom van, lehet szutyogni. Szóval nézzük meg, hogy ebben a AC köbben mit található. Ugye ez most ezzel a winbox bejelentkeztem a benti és egyetlen és központi routerünkre és ha megnézzük itt az erőforrásokat akkor láthatjuk hogy ebbe egy 173 meg a szabad hely van a memóriában a 256 MB memóriából 173 szabad a tárhelyből pedig 128 meg a tárhelyből 88 szabad na hát ez édes kevés úgyhogy ezért dugtuk bele a pendrive-ot. De csináltam itt magamnak egy kis jegyzetet, ezt szerint haladjunk végig. Hát van is, amit már elmondtam, ugye, hogy ARM vagy X86-os processzorral szerelt router kell, és hát legalább a 7.5-ös router OS, ugye ezen a 7.7-es van, mint itt látható, tehát ezzel meg vagyunk. Ha valaki nem tudná, hogy neki milyen eszköze van, akkor pedig a legegyszerűbb megoldás, ha fölcsattog a mikrotik oldalára, és megnézi. <laughs> ugye az eszközünket azt meg tudjuk nézni a System Routerboard menüpont alatt, itt találunk egy modellszámot, és azt mondjuk, hogy F3, és beillesztjük, és itt meg is találtuk, ugye, HAP AC köb, és hát ez egy 32 bites ARM, tehát ezzel kell gazdálkodjunk. Oké, okay ez az egyik dolog, ez megvan. <laughs> Alkalmas rá. Nézzük meg, hogy, hogy hogyan állunk szoftverileg. Ugye a package között, a system menü packages-ben, itt felejtettem, némi vágás után megnézhetjük a szoftveres összetevőket, ugyanis fönt felejtettem a konténer csomagot, Elfelejtettem letakarítani, hiszen gyakorlatilag én ugye mindent előtte elpróbálok, eljátszok, amit megnézünk itt a csatornán, úgyhogy hát néha ilyen balesetek előfordulnak. Szóval a System menü Packages pontjában a Router OS 7.7-et látjuk itt, és nincsen itt semmiféle konténerünk, hát a konténer csomagot azt le kell tölteni. Honnan lehet letölteni? Hát legegyszerűbb innen. Letölteni. Két dologra kell figyelni. Az egyik, hogy a megfelelő architektúrát kell kiválasztani, a másik, hogy a megfelelő verziószámot, hát és a harmadik, hogy az extra csomagokról beszélünk. Ugye ARM rendszerről beszéltünk, tehát ez tök jó, itt vagyunk rögtön az elején, a 7.7-es stabilból az extra packages-t letöltjük, és hát ezt valóban letöltjük ide a letöltések mappába. Talán túlságosan nem meglepő, itt is van, megtaláltuk és megnyitjuk. És miután megnyitottuk ezt a zippet, találunk benne egy ilyet, hogy konténer 7.7, nekünk csak erre az egy csomagra lesz szükségünk, ezt egy elegáns mozdulattal kivágjuk, vagy kimásoljuk, és ide beilletjük, kicsomagoljuk ugye az archívumból, és hát tulajdonképpen ezt így rögtön, akár ilyen húzd és dobdal, oda is dobhatjuk a gépnek. Ez bekerült ide a fájlok közé, látjátok? Itt van, konténer 7.7. És akkor most semmi egyéb dolgunk nincsen, mint újraindítani. Ha ezek után nézzük meg a csomaglistát, akkor már itt láthatjuk a konténer csomagot, tehát már szinte alkalmas konténer futtatására a gépünk, illetve tulajdonképpen alkalmas, csak még nincs engedélyezve. Ha egy terminált nyitunk, és azt mondjuk neki, hogy System, Device Mode, Print, akkor láthatjuk is, hogy a container mód az jelenleg most nincs bekapcsolva, de be tudjuk kapcsolni. System, device mode, update, container, yes. Puty. És mit írt ki? Azt írt ki, hogy legyünk kedvesek a reset gombot megnyomni, vagy ki kiállítani az eszközt, erre van, hát most már csak 4 perc, 50 másodpercünk, úgyhogy most elcsattogok, és kihúzom, bedugom a rútert, áramot kap, ugye itt kaptuk ezt a figyelmeztetést, ne felejtsük el, hogy hát ha az eszközünkre bejutnak, akkor itt a konténerbe is azért bármit lehet csinálni, tehát erős jelszavunk legyen, meg normális tűzfal beállításaink, hogyha ilyen konténer telepítésre vetemedünk, na megyek. Oké, okay, megérkeztünk. Elmondták, most már van konténer, rünkbe kapcsolva, így is van lekérdeztük, tehát föl van telepítve a konténert és engedélyezve is van mi az ami nincsen? tárhely, tehát ugye a rendszeren, tehát magánál a, a router, ez egy nagyon picike router ez ugye nincsen sok tárhely, ezért dugtuk be a pendrive-ot őt pedig meg fogjuk találni a System Disk menüpontjában Ideből van bedugva ez jelenleg FAT32-re van formatálva, de ez nagyon nem jó ötlet úgy nem fogjuk tudni használni úgyhogy meg kell formatáljuk ezt a diszket x 4-re. Aztán küldjük rá, hogy formatálódjon. Na most, amíg a disk formatálódik, addig tulajdonképpen mi tudunk tovább menni. úgy, ezeket is kitörölhetem. Létre kéne hozni egy bridget. A bridge fogjuk bedobni majd a, a virtuális interfészt, ami belelóg a, docker a konténerünkbe. Most ugye ez a saját itthoni tűzfal, úgyhogy itt azért egy-két dolog van, amint látható, meg egy-két tűzfal szabály is, de ez nem okoz problémát. Tehát hozzunk létre egy bridget, aminek legyen a neve bármi, de mondjuk legyen container, konténer, és tulajdonképpen ennek a bridge adjunk is egy IP címet. IP addresses. Milyen IP-t adjunk neki? Valamilyen privát tartományból adjunk egy IP-t, de ne olyat, amit egyébként használunk az eszközön. Úgyhogy én erre a 172.16.01-et választottam, és azt mondjuk, hogy őt adjuk a konténer nevezetű bridge-nek. Rendben van, egy ip már van, tök jó, 176.16.01, rendben. Szükségünk van egy hálózati virtuális interfészre. Az interfaces fülön itt találjuk őket. Jaj, de kitöröltem az előzőt, megijedtem, hogy itt fog maradni. Hozzunk létre, át is nevezhetjük, de nem fontos átnevezni. És azt mondjuk neki, hogy ennek le legyen a címe 172.16.0.2. Ugye az egyes volt a bridge, a kettes ő, és neki a gateway-je a bridge címe 172.16. 0.1. És nyomjunk egy Apply-t. Hát tulajdonképpen jó eséllyel ez működik. Nézzük meg, hogy hogyan állunk a diszkel. Reméljük, leformatálódott mostanra. Azt mondja, megvan. Ilyenkor őt megtaláljuk már a Fine menüben is. Itt is van. USB 1 kötője part 1 névre hallgat. Ez nagyon fontos, mert ezt fogjuk később használni. Tehát nem véletlenül ezt a nevet fogjuk használni, ezt az USB 1 kötője part 1-et, jó? Tehát ő maga a disk, ez pedig már rajta egy könyvtár. Aki ismeri a Linux-os fárendszert, az tudja, hogy ez a Lost and Found az mit jelent. Oké, tehát elkészült, le lett formatálva, nagyon fasz. Készen van a bridge készen van a virtuális interfészünk. Ami még nincsen készen, Ebbe a bridge-be bele kell dobni ezt a portot. Azt mondjuk, hogy a virtuális interfész. dobjuk bele a konténer nevezetű bridge-be. Oké, megtörtént. Ta -ta ezeket is kivégeztük. Na most, ahhoz, hogy ez a konténer kiusson a netre, hát kéne egy nagy szabályt létrehoznunk, úgyhogy IP menü, firewall pontja, itt aztán van most minden és a nagyszabályok között hozzunk létre egy újat, ahol is azt mondjuk, hogy ez egy source NAT, és hogyha a forrás címa 172, ás hálózatból érkezik, akkor erre nyomunk egy masquerade Hát ez a szokásos natolás, ugye? Jól van és ha ezzel meg vagyunk, hogy őt létrehoztuk, akkor már egyébként erről a gépről el kell érjük. Ez a gép maga, amin ugye dolgozom, ez ugye a 10.0.0 valahányas, tehát a 10.0.0-as hálózat, itt látható, de meg kell tudnom pingelni a ping 172.16.0.2-t stimmel, eddig jók vagyunk, tehát meg tudjuk pingelni innen a, a, a bridge-ben bedugott virtuális interfészt. Királyság van. Ping test is lefutott. Na most ilyen konténerek. Itt a csatornán ugye már volt egy pár, nem sok, de volt egy pár videó konténerügyben. Hát ilyen konténereket ugye itt találunk a Docker találunk ilyen konténereket, és amit mi most konkrétan futtatni fogunk, az pedig ugye a p-hole, per pihol névre fut elárulom, tehát hogy így fogjuk őt megtalálni. Így van, és hogyha megnézzük itt részletesben, akkor látjuk, hogy a latest, ugye ez a legutolsó változat, és hát itt vannak különböző rendszerekre, i386, AMD64, ARM, ARM64, hát értelem szerint majd ugye megfelelő fog erre a gépre fölkerülni. Gépre, routerre. <laughs> Oké, okay, haladjunk akkor tovább. A következő menüpontunk az a konténer menüpont, mert hogy miután a konténer csomagot fölraktuk, engedélyeztük, utána ugye ez a menüpont megjelent. Miket kell itt csináljunk? Az egyik, hogy kell csináljunk úgynevezett változókat. Igazániból nem fontos csinálni, meg lehet enélkül is csinálni a dolgot, csak fölöslegesen szivatjuk magunkat. Ezek a változók majd ugye telepítésnél átadódnak, és nincs vele annyi problémánk. Úgyhogy hozzunk létre, hát adjunk valami nevet ennek a szegény változónak, legyen mondjuk e pihol és most jönnek az érdekességek. Ugye ez egy TZ lesz, time zone, tehát időzóna, és hát Európa-Budapest, amit én most megadok időzónának. Ugye ezeket természetesen common line-ból is föl lehet venni, aki szeretné. Most már nevetott, ott meghagyjuk, mert azt garantáltan nem romjuk el. A következő a web password változó. Ezzel a jelszóval lehet majd belépni a pihol webes felületén. Puty! Én ezt a jelszót adtam neki, csak nem nyomtam az előbb okot, és nem kopiztam. Úgyhogy most ezt újra kezdjük. <laughs> Megcsinálom a tézét, és Európa Budapestet. Ugye, mert most fölül csaptuk az előzőt. Három ilyen környezeti változót fogunk létrehozni. Jó, kettő már megvan, ugye? Most az, hogy mi a sorrend, az lényegtelen. Az a lényeg, hogy megvan a három környezeti változó. És akkor ebből csinálok egy újat. Elfejtettem a kopira nyomni. Ez pedig ugye a DNS masknak a felhasználója, hogy kicsoda. Az pedig ugye a root lesz. Oké. Okay, készen van a háromdalap dalap környezeti változónk. Úgyhogy haladhatunk tovább és meg kell csinálni a csatolásokat. Na, hát akkor nézzük. Ezt is kettőt kell ebből létrehozni, ezt is itt winbox a fogjuk elkészíteni. Az első ugye, hogy név, mi legyen a csatolás neve, puty, puty, puty. Hova? Ugye gyakorlatilag ez a forrás címünk, ez ugye ez az USB part 1, ez emlékszünk, ez az a disk, amit ugye létrehoztunk, és hát az LTCP hol lesz ide csatolva, puty, leokézzük, elméletileg jó, destination, jó, rendben, és a másik, a DNS mask, pihol, az pedig szintén ugye itt a diszkán lesz rajta, és ide. szinte kész vagyunk, de még be kell csatogjunk a konténer konfigba, és hát meg kell neki adni, hogy honnan, ugye itt megadjuk neki, hogy ez honnan történik a letöltés, és hát az ideglenes könyvtárat megadjuk neki, amit szintén célszerű a pendrive-ra megadni. Én kipróbáltam, ha ha a router adta meg az ideglenes könyvtárat, tehát akkor gyorsabb volt a dolog, mert a pendrive nem olyan gyors, és éppen kifért. De ha kicsit kevesebb a helyed a routeren, akkor már lehet, hogy nem fér ki. Úgyhogy érdemes ezt is oda tenni. Jó, ez itt megjegyezte, itt van bent a konténer konfigba. Rendben van, hát most már csak magát a konténert kell létrehozni, azt pedig ugye plusz jellel csináljuk, és akkor hozzuk ide közelebb hogy egy picikét lássam. <laughs> Tehát pihol per pihol, miért nem copy paste nem tudom, stable, nem stable, ez el lett rontva a jegyzetbe, hanem létezt ugye? Ezt javítom itt, mielőtt még valaki valaki e szerint dolgozna, jó? Oké, okay, létez rendben van. Az interfész az a virtuális interfész, a változó lista az nekünk ugye az epihol, és hát akkor nézzük, a root dir az majd mindjárt meglátjátok, miért innen másolom, vagy miért mindegy végül is igazán. A rúdír az ez, és a dir az pedig kimásoljuk ezt, de gyakorlatilag átírjuk poolra. Oké, okay. és a csatolásokat kell még megadni, az egyik az ETC, a másik pedig a DNS mask. Hát, ha jó dolgoztunk, akkor ezt így kell kitölteni. Nyomjunk rá egyet az Apply-ra, vagy hogy én szeretném gyűjteni apply ra és elkezdett itt dolgozni. Hogyha az interfészeknél rátapossunk erre az interfészre, a virtuális interfészre, és nyomunk egy torcsot, akkor látni is fogjuk, hogy ott töltöget egy részt, de ez csak egy ilyen kis, kis grátis, hogy időnként ott lesz némi forgalom. Itt zajlik ugye a, a munka, és ha belépünk a fáj menübe, akkor itt is látjuk, hogy itt hát létrejöttek már könyvtárak, itt van ez a pool, sőt látjuk azt, hogy a poolban itt éppen ennek nőni fog ennek a letöltött gézipnek a mérete, csak kérdés, hogy ebben a nagy szélben milyen lesz a netünk, és mennyire tudja ezt lerántani, ugye itt wifi-s net van, és most mindent így fúj a szél, de ott, ott növöget. Na, most látszik, most ott elkezdődöttek ott a dolgok, úgyhogy hát ez el fog tartani egy darabig, egy-két percig, úgyhogy visszatérek majd utána, ha végzett vele. Tulajdonképpen, amíg a dolgozik, végül is mi haladhatunk, erre jöttem rá. Ugye a Pihol segítségével reklámszűrést tudunk csinálni, megmutatom, hogy most jelenlegi állapotában mondjuk egy startlap, nem, 30 éve nem jártam rajta, de kíváncsi volt olyan oldalra, amin vannak reklámok, eszembe jutott, és, és vannak rajta reklámok. Tehát így néz ki jelen pillanatban a startlap, majd egyszer be is töltődik. Tényleg ebben a szélben... Így, hát azért látszik, hogy itt is vannak valami, valami kések, meg egyebek, meg itt is, ott is, amott is, tehát vannak reklámok. A DNS mask az úgy fog működni, hogy a DNS kiszolgálónk az ő lesz, közbe fog ékelődni, vagy hát tőle fogunk DNS-eket kérdezni, és ezzel gyakorlatilag ki tudjuk szűrni a reklámok megjelenését. De még nem végzett, úgyhogy még nem tudom megmutatni. Na, sikerült! kiírta, hogy it, meg is tűnt, el is tűntek innen ugye a, a, a az idegenes cuccok, tehát elkészült, már csak el kell indítani, ezt a start gombbal tudjuk megtenni, hogy elindítjuk, és most már, hogy ő fut, meg is kell találjuk a 172.16.0.2 per admin címen, itt is van, és be tudunk jelentkezni, a megfelelő jel, szóval ezt még nem tesszük meg, mert még itt úgyis mindjárt megszakadunk. Szóval a helyzet az, hogy ha megnézzük a hálózatératokat ip config per oldal, akkor azt látjuk, hogy jelenleg a DNS szerverünk a 10.01, tehát maga a router. Ugye el kell érjük azt, hogy ne ő legyen a DNS szerverünk, hanem a pi legyen a DNS szerverünk, ezeket itt már tulajdonképpen be is lehet csukogatni, hát, ezt érdekességképpen még itt meghagyom, és... Ö, azt mondjuk, hogy akkor IP menü DHCP szerver, ugye nálam DHCP osz címeket, és ö, hát ez a Home and Office egyébként, és itt a network az pedig ez, és itt azt mondom, hogy az ő DNS-szerver, amit mostantól DHCP-n oszt, a 172.16.0.2. És hát, vagy leválasztjuk a hálózatot, vagy megvárjuk, amíg újból zajlik egy DNS kérés. A lényeg a lényeg, hogy meg kell várni azt a pontot, hogy itt a a DNS kiszolgáló az ne a 10.01 legyen hanem az új. Én azt mondom hogy legyen repülőgép üzemmód. Puty! kinyírtunk mindenkit visszakapcsoljuk a, a, a wi t és vissza fog csatlakozni. Egyszer majd. Így van visszacsatlakoztunk és ha most megnézzük az IP címünket akkor vagy az IP konfigaratokat, akkor láthatjuk, hogy most már a DNS szerver az a pihol. Tök jó. Hát akkor mondhatjuk, hogy működik, de lépjünk. Még nem kell belépni a p-hole-ba, hanem én azt mondom, hogy próbáljuk meg megnyitni a startlapot, startlap.hu, és nézzük, mi fog történni mellé teszem, hogy majd össze tudjuk hasonlítani a reklámblokkoló föltelepítés előtt és után, és hát nem jön be. Azért nem jön be, mert még a piholon is egy icipicit tekergetnünk kell. Fogalmam sincs, mi volt a piholnak a jelsza, és már kitöröltem a jegyzetből, de szerencsére ugye a konténernél, a változóknál ez ugye el volt mentve, tehát ezzel a jelszóval fogunk tudni belépni. Itt egy copy paste kiraktuk, és beloginolunk. És már is láthatjuk a felületét, és igazán itt a túsznál már is kapunk egy diagnosztikát, hogy hát itt probléma van, és hát a probléma az az, hogy non-local network. A P-hole ugyanis csak a megadott hálózatból szeretne kiszolgálni. Most mivel ugye egy routerem fut az egész történet, ezért nem fontos itt ezzel nagyon uh, finoman bánjunk hiszen úgyis a router tűzfal dolgozunk, tehát megtehetjük azt a nagyon csúnya dolgot, hogy itt azt mondjuk, hogy settings, és DNS, és hát itt a nagyon nem ajánlott <laughs> dolgot választjuk, azt mondjuk, hogy elfogadjuk bárhonnan is jön a kérés, és nyomunk egy szévet, nekem pedig még mi történt ezzel? Leszakadtunk a wifi ről Igen, leszakadtunk, itt kicsikét egy gyenge a wifi, meg kell várni, míg visszacsattogunk oda, ebben a itt vagyunk, jól van. Megérkeztünk. Tehát ezt nem tudom, sikerült elmenteni, de nyomjunk rá egy szévet, hogy el legyen mentve ez a beállítás. És innentől fogva már nem kapunk hiba üzenetet. Nekem kell még a tűzfalon egy picikét enyhítenem, mert nálam kegyetlen a tűzhal beállítás, úgyhogy ezzel mindjárt módosítok, neked ezzel nincs dolgod. Ha jól dolgoztunk, akkor most már mennie kell a névfeloldásnak, amit ki is lehetne próbálni, de én rögtön azt mondom, hogy rögtön a startlapot fogjuk megnyitatni vele, és ha az bejön, akkor jó a névfeloldás, így is, úgy is. És hát íme a startlap, és ha megnézzük azt, amit a pihol előtt nyitottunk meg, akkor itt fönt van egy reklámcsík, itt Hova? Még valahol van egy ott alul. Igen, az a sportos. Látjátok? Itt vannak valami nagy téli akció a kabátokról. Itt az nincsen. Egy szó mint száz, elég rendesen kiheréltük. Látjuk, hogy milyen lekéréseink voltak. És azt is látjuk, hogy mik voltak itt a blokked blokkol domének. és egy-két percre raktuk föl. <laughs> Jó, lehet itt egy lekérdezést tenni. És a hát természetesen látható, hogy lehet blacklistre, whitelistre tenni. Hát én most a pihol működését nem akarom bemutatni, nem erről szólt ez a videó. És hát ha visszanézzünk, azért a, a, a routeren ez nem okoz egy jelentős processzor terhelést, tehát nem a processzort fogja széthajtani. Itt inkább a memória és a tájhely a, a, a szűk keresztmetszet ebben a dologban. Na, hát így lehet konténert futtatni mikrotik rúterem. Na most természetesen lehet másfajta konténereket is futtatni, megfelelő architektúrát kell kiválasztani és hát azért a, a gép az alkalmas legyen arra, hogy ezt ugye el tudja futtatni. Tehát azért uh, docker hubon azért körül lehet nézegetni, és akkor mindenki kedvére futtathat, konténereket, de csak óvatosan.